Sziasztok! Ismét itt vagyunk a sorozat záró epizódjával, legalábbis az első szezon záró epizódjával érkezünk. Nagyon durva lesz a hajrá, azt kell mondjam. Három mérkőzésünk van arra, hogy a NAC Bredát a playoff helyekre vezessük, bőven Van Dolgom mesterrel karöltve, illetve az ő ténykedését figyelve. Itt vagyunk tehát jelenleg a 12. helyen 46 ponttal, az ellenfelünk pedig az MVV Maastricht, akinek 49 pontja van, tehát ha és amennyiben sikerül legyőzni őket, akkor utolérjük őket a tabellán, mögéjük zárkózunk föl legalábbis, és közben drukkolhatunk, hogy a többi csapat, aki köztünk van, ők ne szerezzenek pontot, vagy ha mégis, akkor maximum egyet. Nem lesz egyszerű ez a három mérkőzés, meg kell hagyni. Az első meccsen rögtön be kell húzni a három pontot, aztán a másodikon pláne a Helmond Sport ellen, a 20. helyezett ellen, a harmadik pedig, ha jól emlékszem, a De Graaf Schaap lesz, de ez rögtön kiderülhet a schedule-ből. Így van, Maastricht, Helmond Sport, De Graaf Schaap. Így is van, nem lesz egyszerű. A Telstar az Eindhovent fogadja, nekik egyszerűbb lesz. Itt is van tehát rögtön az első mérkőzés, NAC Breda, MVV Maastricht. Ők is, mi is inkonzisztens formát mutatunk, az előző mérkőzésünk döntetlen lett, az nekünk most egyáltalán nem lenne jó. Úgyhogy nézzük meg, mi az a csapat, ami meg tudná verni az ellenfelünket. Dogen még mindig sérült, ami nem túl jó hír, de hát ő az egyetlen, aki tud ott játszani, ahol játszania kell. És hát nem az egyetlen, de hát mégis. Az oka, hogy Nacho visszakerült a csapatba az, hogy Versőren sajnos összeszedte 5. sárga lapját, itt van eltiltva, az, hogy Bernabé a kezdő szintén azért van, mert Ivan Ilić még mindig eltiltását tölti a 2 darab piros lapja miatt. A támadó középpályás, aki Dogen helyére érkezett, Van der Gaag, ő lesérült. Van Aanholt ugye még mindig törött kezét ápolgatja, alkarját, bocsánat. Szóval vannak gondok, de itt van Dogen, aki holnap tér vissza a teljes tréning szintre, úgyhogy egyelőre ő fog kezdeni. Ettől függetlenül kénytelenek vagyunk. Ha nem válik be, taktikát változtatunk, és csatár jön be helyette. Úgyhogy nézzük, mit tudunk kihozni ebből a meccsből. Jó lenne mondjuk 3 pontot. Megkérdeztük a menedzser asszisztenst. Most pedig kezdődhet az összecsapás. Szokásos narancs-fehérben a Maastricht, mi pedig a szintén szokásos sárga-feketében. Bonifázi, nincs ez a neve van. Deom, Koppel. Ne menjen el két védő mellett, de elmegy és rálövid. Ellenben ott van Oli. Egyre közelebb kerülünk a gólhoz. Gyerünk, srácok, kell az a gól. Egy perc hosszabbítás, ami le is telik. Ezzel a 0-0-val fordulunk a második félidőre. Mi csapatunkban Tom Hay 56 sikeres passz mutatott be már az első félidő során. Ezon hol viszont 6.4-jel csapatunk legrosszabb tagja, ő van a jobb szélen, ugye? Legtöbb piros lapja van neki, bizony a gyengébbik lábára kell cselezni. Második fél idő tehát, mi kezdjük. Ez az indítás nem kerül bele az indítások legjobbjainak könyvébe, azt hiszem. Vissza a feladónak. Holdby. Nagy nyomást gyakorlunk rá, de ki tudják hozni így is a labdát. Schouten nem tudja megszerezni. Hanaker mellett teszik ki a jobb szélre. Goppel beadja. Anthony van den Hurk 11. gólja az idei szezonban a Maastricht játékosának. Goppel csodálatosan levette, simán elfutott a bal hátvédünk mellett. Van den Hurkon pedig nem volt senki. Ezzel a góllal tehát vezet a Maastricht, és már a 13. pozícióban vagyunk. Innen kéne megfordítani ezt a meccset, amire más lehetőségünk nagyon nincsen, mint hogy taktikát változtatunk.
mégpedig támadó felfogásban. Dogen helyett Stokkers érkezik. Itt a többiek úgy néz ki maradhatnak. Burnettnek inkább támadó felfogásban kell játszania. Nacho a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, de ideges. Hát ennek senki nem örül. Támadó felfogásban fogunk játszani. Egyszerűen nincs idő arra, hogy ne így játszunk. Úgyhogy aki esetleg még tudna segíteni rajtunk, hát az a baj, hogy túl sok ilyen nincs. Boldoggá tette a mester, bőven van dolgom azzal, hogy elmondta, bízik benne. Újabb szöglet az ellenféltől, Holtby. Kifejeljük, nagyon szép, Balik visel. Együk eltör alatt, mert hoj, nem sikerült. Nézzük már, hát Showten. Egy jó becsúszás, egy jó előreívelés. Stokkers futhat a kapura, talán. Jó lenne, ha valaki segítene neki. Nem segít, úgyhogy rá kell lőnie, onnan viszont esélytelen volt. Bertrams kezében landol a labda, aki már rúgja is ki. Szerencsére hozzánk, Riera. Showten, ne veszítsd el, köszi. Riera indítja Van Hooijdonkot. Van Hooijdonk beadja inkább, mert ezt tudja, hogy jó. Van Hooijdonk lesen volt azonban. Ez hihetetlen. Vagy lehet, hogy az a baj, hogy elvesztettük a bizalmat az öltözőben, ami azt a keveset is, ami eddig volt, amikor bőven Van dolgom mesterrel. Közben Van Hooijdonk, gól! Erről van szó. Végre Van Hooijdonk betalál. Kiegyenítettünk, úgyhogy van esély. Van még esély. Stokkers adta le. Hay indított egy nagyon szépet a végre nem lesen lévő Van Hooijdonknak, aki a kapus érintésével, de azért csak betalált a hálóba, a 16-oson kívülről megeresztett lövésével. Szerencsére a szakadó esőben ez problémát okozott a kapusnak. Nézzük a bedobást Van Ackertől. Az ellenfélnél is van egy Van Acker, most kapcsolok. Nézzük, nem sikerül. Fanin Hurk. Az igen. Át a túloldalra Van Hooijdonknak, de helyig pattan vissza. Ilics lő kapufát. Mekkora lövés volt Ilicstől. Egy jó beadás, ha Van Hooijdonk viszont a feje sem már erőtlen, a 78. percben mindez. 10 percünk van hátra. Megnézzük, hogy mit tudunk tenni az ügy érdekében. Lorenzo Burnett elbízta magát, de még mindig ő a legjobb a hátvédünk. Elson Hooij azonban irgalmatlanul fáradt, úgyhogy az ő helyére tud bejönni Van Acker, aki talán abban a pozícióban még megállja a helyét. A többiek pedig Tom Hay helyére én nem hoznék be senkit, mivel hogy gól nélkül is 8,3-as osztályzata van, és teljesen nyugodt, úgyhogy ő maradhat. Ellentétben Bernabéval, akinek a helyére talán El Alucsi fel tud mutatni valamit, vagy Van Schuppen. Merjünk már részek lenni? Van Schuppen. Van Schuppen egyébként pont azt a pozíciót tudja játszani, amit eddig ő játszott, és az utolsó 10 percben nagyon támadó felfogásra váltunk, hiszen a jó az X is, az nekünk most egyáltalán nem igaz. Teljesen nyugodtan közöljük velük, hogy minden oké lesz. Boris Van Schuppen ettől boldogabban lép a pályára. Schroen, egy csúsztatás, nem egy lövés. Schroen is lő egy szögletre. Holtby, beívelés, lepattan, újabb szöglet. 83. negyedik, most már 84. percig húzták a szögletet. Mahmutovic elérte volna, de kipattan róla, úgyhogy mi jövünk bedobással. Fogalmam sincs méltált tőle a labdát, amikor mindenki ott volt a 16-osunkon belül, és elindulhattunk volna előre támadni egyet. A kirúgásunk viszont remek, Ilics. Megjelenik a bal szélen. Felrúgják.
Nem rúgják fel, vagy csak úgy csinálnak, hogy ne vegye észre a bíró. Van der Hurk. Van Ackernek ki a szélre. Schouten menti meg a helyzetet. Van Acker, a miénk, Van Hooydonkot indítja. Van Hooydonk egy jól ad a Stokkersnek. Stokkers nem tudja indítani a középen érkező hét, úgyhogy eladjuk inkább a labdát, de Riera visszaszerzi. Ott van Van Hooydonk, egy jó beadás kéne. Van Acker, az is jó, ha visszagurítjuk. Valami történjen, fiúk. Schouten leadja, továbbadja Hének. Mindenki továbbadja, továbbadja a felelősséget. Ott a gól! Ott van a 95. percben. Fantasztikus, Hey ismét megmenti a meccset. Nem először történik ez. Van Hooydonk kibrusztolja két védővel a nyakán. Van Schouten, Hey vissza, Van Schuppen, bocsánat. És bum, Hey kapásból kilövi a felső sarkot. Ennyi. Fantasztikus. Hey örömében azt se tudja, hová fusson. Van den Hurk közép kezd. Reméljük már teljesen mindegy, mit csinálnak. Dugjuk el a labdát, nyeljük le, üljünk rá, bármi történjen, csak ne adjuk oda az ellenfélnek. Szerintem lejárt a hosszabbítás. Így is van, így is van. Csodálatos mérkőzés, csodálatos győzelem. Izgalmakban nem volt hiány, a 90 plusz 5. percben sikerült eldönteni a találkozót Tom Hay góljával. Ezért nem hoztuk le. Ő a player of the match, avagy a mérkőzés legjobbja. Fantasztikus teljesítménye, 9.0-ás osztályzatot kapott. Szerencsétlen már a fülén veszi a levegőt, de akkor is lőtt még egy óriási bombagolt, úgyhogy ez parádé. És a fiatal Boris Van Schuppen, ő volt az, aki az asszisztot kiosztotta, úgyhogy élete első liga mérkőzésén, és élete első NAC Breda mérkőzésén, amikor a felnőtt csapatban pályára léphetett, az most volt, és egy asszisztal hálálta meg a bizalmat 6.9-es osztályzattal. Ennél nem kell több szerintem. Ha jól láttam, akkor menet közben voltak ilyen apróságok, mely szerint a 13. helyen is jártunk már, és onnan végül visszakapaszkodtunk ide a 12-re, ami azt jelenti egyébként, hogy mindenki a Maastricht kivételével, aki előttünk játszott, valószínű legalább egy darab pontot szerzett, úgyhogy a De Graaf Sáp, aki az utolsó fordulóban játszott, kikapott a Young Ajax-tól. A Helmond Sport kikapott a Top OSS-től, tehát a 13. helyezettől. Ezzel mindenkinek itt kb. 49 pontja van, mi pedig az undorítóan rossz mínusz 4-es gól különbségünkkel próbálunk valamit kezdeni. Bekerülni ide az 50 pontosok fölé, viszont ugye hát nyilván ennyi csapatból az nem jöhet ki, hogy mindenki veszít, vagy X-el, szóval kell az a 3 pont a következő meccsen is. Sikerült. Sikerült Pelé van Anholt a törött alkarja ellenére is egy új szerződést írt alá a klubbal, ami azt jelenti, hogy 2022 nyaráig a csapattal marad. Azért kiharcolt egy elég erőteljes emelést, de jól játszott egész szezonban, úgyhogy szerintem megérdemli. És így volt ezzel nyilván bőven Van Dogenmester is, aki elé rakta az asztalra ezt a szerződést. Ezt nem hiszem el. Stokkers lesérült, szerencsére, óriási szerencsére, csak egy-két napra, mert túlságosan sokat edzett, vagy játszott, vagy nem tudom, tehát, hogy fáradásos, szakadásos valami kis baj van a combjával, meghúzódhatott valószínűleg, de egy-két nap is rendben lesz. Szerencsére ez nem egy világi probléma, úgyhogy itt még bármi megtörténhet, visszatér hamar, reméljük. Ismét egy játékost adtunk a Hay csapatába, ezúttal Tom Hay volt az, aki ugye az utolsó perces góljával eldöntötte az előző mérkőzésünket. Fantasztikusan játszott egész meccsen, úgyhogy teljes mértékben megérdemelte, hogy megkapja ezt a rendkívüli díjat. A Hay csapatának középpályásai között szerepel. Az előző napon, szerdán, Schouten megemlítette, hogy szerinte nem elég erős az edzés, másnap pedig lesérül, mert edzésen nagyon durván fordult, és hát ágyékhúzódást szenvedett, ami nyilván
pihenéssel kell, hogy járjon. Robin Schouten az a jobb hátvéd, aki Pelé Fananholt helyére állt be. És most 5-6 hétre kiesik. Rábízunk a fizikoterapeutára, és beszélünk vele. Teljesen nyugodtan, nem, asszertíven elmondja neki a mester, hogy ne aggódjon, tudja, hogy ezek frusztráló szituációk tudnak lenni egy ilyen sérülés, de fókuszáljon a visszatérésre. És igen, azt próbáljuk elmondani tulajdonképpen itt a mesterrel együtt, hogy egy nagy veszteség a csapatnak. Úgyhogy ezzel rá tudtuk venni arra, hogy koncentráljon a visszatérésére, a fejlődésére, úgyhogy kicsit jobb lett a morálja ezzel. Ez nem jött jókor. Sosem jön jókor egy sérülés, de ha lehet mondani, ez a lehető legrosszabbkor érkezett, ugyanis még nem érkeztünk el odáig, hogy Pelé Fananholt teljesen felépüljön, ellenben legalább a jobb hátvédünk most teljes mértékben használhatatlan. Maastricht-Volendam. Itt sok minden eldőlhet, hogyha mondjuk ők X-elnek egymással, az nekünk nagyon jó lenne, de lássuk csak. Hogy állunk itt. Tehát a Maastricht 49 pont, Volendam 49 pont, úgyhogy hát tényleg az lenne a legjobb, hogyha X-elnének. Mert hogy nekünk is 49 pontunk van. Yes! 3-3! Igen. 50 pontosak lettek. Ami azt jelenti, hogy most úgy néz ki a bajnokság, hogy mindenki lejátszott 36 mérkőzést, következésképpen mindenkinek ugyanúgy 2 összecsapás van hátra. A Maastricht és a Volendam döntetlenjének köszönhetően 50 ponttal állnak, ők is, az Almer City is, a Young PSV is. Úgyhogy irgalmatlan nagy harc van jelenleg az utolsó playoff helyet valószínűleg, hiszen ez a három csapat, a Cambuur, a De Graafschap és a Go Ahead Eagles már nagy valószínűséggel ott van a playoffban, a De Graafschap biztosan, azt tudjuk. És a következő meccseken szeretnénk eléjük kerülni, tehát innen valahonnan a surranó pályáról, ahogy mondani szokás, följutunk valahova a top 5-6-ba, az nem oda nem, de a 7.-8. hely környékére az nagyon-nagyon jó lenne. Óriási esélyt kaptunk ezzel a döntetlennel. Nem hiszem el. Munir Elalucsi, aki most érkezett vissza, hogy na akkor megmutatja, hogy mi a helyzet, egy szerencsétlen sérülés szenvedett megint a becsúszást követően, egy-két napra lehorzsolták a térdét. Hát talán annyira ez azért nem fogja összetörni az álmait, és ha kell, akkor tudjuk nevezni esetleg a cserepadra. Itt vagyunk, és azt olvassuk az újságban, hogy Bőven van Dolgom mester a kirúgás szélén áll, mármint, hogy ha nem sikerül neki valamit jót tennie a következő meccsen, akkor valószínű, hogy megköszönik, hogy itt volt a Nácz Bredánál. Ez annyira nem jó hír, de érthető abból a szempontból, hogy nem sikerült még playoff helyre vezetnie a Nácz Bredát, úgyhogy érdekes meglátás, viszont a következő mérkőzésen a Helmond Sport ellen azért van esélyünk a győzelemre. A Helmond Sport egyébként az elmúlt 5 mérkőzéséből 3-at elveszített, 1-et nyert, és 1-et X-re hozott. A győzelem az pont a Young AZ Alkmaar ellen történt, ami azért durva.
Viszont az figyelemre méltó, hogy a csapatok maximum egy gólt tudtak lőni ellenük, tehát amit elveszítettek meccsek, azok mind 1-0-ra veszítették el. Ellenben ugye nálunk, ahol ha 2 gólt kapunk, akkor ott vége mindennek. Meglátjuk, hogy fog ez sikerülni. Itt vagyunk tehát Helmondsport, Nac Breda a 20., a 12. helyezett ellen, mindkét csapat inkonzisztens formát mutat. Van egy döntetlen, illetve egy győzelem a tarsolyunkban már ellenük. Legyen még egy győzelem, én a mondó vagyok, és akkor van esélyünk bármi keresni valunk a playoff helyeket illetően. Úgyhogy megnézzük, hogy mire megyünk ezzel a csapattal. Az Oli, Burnett, Nacho, Riera, Fersőren, Ilics, Hey, Bernabé, Hoy, Stockers, Van, Hojdonk. Kezdő 11-et adjuk le a bíróknak, és várunk a kezdő sípszóra. A csapatmegbeszélés után senki semmit nem reagált vissza, úgyhogy be is fejezzük, és jöhet az első félidő. Sárga-feketében tehát a megszokott szerelésünkben játszunk a piros-fekete Helmondsport ellen. Támadó jelleggel lépünk föl azért, ez volt a terv is. Ilics szerzi meg a kirúgást már. Nagyon-nagyon nyomunk. Ilics meg is tolja a labdát és megpróbálja beadni. Ho-ho! Majdnem nyomott egy Mijatovicsot. Lecsúszott a beadás és majdnem behullott a rövidbe, de a kapus résen volt és végül kiszedte onnan. Az első fél idő 0-0. Nagy nyomás alatt tartjuk őket, de egyenlőre 0-0. Akárcsak a Dembos Goalhead Eagles mérkőzés és a De Graafschap Roda összecsapás. A Jongázet vezet a Top Osz ellen, a Dordrecht 3-1-re vezet a Volendam ellen, az Excelsior X-re áll a Young Ajax-szal, az Eindhoven 1-0-ra veri az Almere City-t, ami nagyon jó nekünk. A Young Utrecht viszont kikap éppen a Cambuurtől, ami nem jó nekünk. A 0-0 sem jó nekünk, a Maastricht Telstar 1-1 az remek, úgyhogy kihagytak egy büntetőt ráadásul. A Nets Young PSV 1-0 az viszont teljesen mindegy. A mester viszont agresszíven azt mondja, hogy ez így nagyon kevés lesz, úgyhogy csapjatok oda. Indul is a második félidő. Derékt. Keresztlabda Mutzersnek. Pölmans. Riera. Van Gassel kirúgása. Hoynak. Ez nagyon jó hír, hogy bead. Talán bead. Micsoda cseleket művel. És most ad be, és Ilics. Van Gassel kezébe. 10 lövésünkből 5 talált el a kaput, és még nem sikerült gólt szereznünk. Klomp szabadrugása, valószínűleg Les volt, Kohlhoff, Stans, Svinnen, ki a szélre, Brüsszelsznek, vagy Brüsszelersznek, bocsánat, Nacho vissza Olinak. Oli nézelődik, hol van szabad ember, egyenre senki nem mozog, úgyhogy Nachónak kell visszaadnia. Nacho indítja Ilicset, Ilics a szélen, de elveszíti a labdát. De Régt, Joppen, Svinnen indítja. Respent, de nem jut el hozzá a labda, mert Nacho résen van. Hey, Burnett viszont felszalad a támadással, akár csak az előző meccseken. Hoy érkezik, nagyon jó, nagyon szép. Ugyanúgy, ahogy az első gólját, a másodikat is a csapat színeiben. Burnett asszisztjából, avagy gólpasszából teljesíti. Burnett merre veszi, nagyon higgadtan, megáll, így túlfutnak rajta a védők. Hoy pedig teljesen váratlanul a jobb lábára veszi a labdát, és belsővel behelyezi a kapuba. Ezzel a 3 pont ugye azt jelenti, hogy a 7. pozícióba kerülünk, ami nekünk nagyon-nagyon jó lenne. A Dembos közben vezet a Go-Ahead Eagles ellen. Ez nem változtat a helyezésünkön. Ők túl messze vannak ahhoz, hogy bezavarjanak, szerencsére. Joppen, Brüsszelers, Respen, beadja Mutzersnek, és ott a gól. De Les!
Óriási szerencsénkre les. Ezt föntről mutatják nekünk, ahogy látszik, hogy mennyivel volt előrébb, mint az utolsó védő. Ilyet még nem is láttam. Megzavarjuk az ellenfelet, reméljük magunkat nem, azzal, hogy egy taktikai cserét hajtunk végre. Mégpedig Adria Bernabé jön le, mert ő már alig bír járni. Dele Bashiru érkezik a helyére. És egy védekező labdaszerző középpályás, úgyhogy egy kicsit megadjuk a módját annak, hogy ezt kihúzzuk, ezt az 1-0-át. Dele Bashiru boldog. Úgyhogy 3 perc hosszabbítás következik. Hey szabadrugása, jól jön be. A kipattanott Nacho szedi össze. Dele Bashiru érkezik nagy lendülettel, hiszen ő friss. Hey, Ilicsnek adja le. Ilics meg beadja. De bizony, Stokkers felé, de nem jut el hozzá. Hey. Vissza Dele Bashirunak. Dele Bashiru ki a szélre Ilicsnek. Ilics jól veszi át, ezzel teret nyer. Aztán becsapja a védőt, kiadja Burnettnek. Burnettnek próbálja beadni, de szöglet. A 94. percben fogjuk elvégezni a szögletet, úgyhogy ez az utolsó megmozdulása ennek a mérkőzésnek. Hey szöglete. Természetesen húzza az időt továbbra is. Majd túrúgja mindenkin, kimegy a túloldalon, bedobás. De vége. Vége a mérkőzésnek. 1-0-ra sikerül nyernünk. Kit érdekel, hogy mennyire, a lényeg, hogy nyertünk. 15 lövés, 8 ment kapura. Elson Hoy lett az egyik legjobbunk, ő lőtte ugye a gólt 7,9-el, ő lett a player of the match, avagy a mérkőzés legjobbja is. Mellette még Lorenzo Burnett az asszisztjával, és Tom Hay a csodálatos középpályás tevékenységével vette ki a részét ebből az egészből. Nézzük, hogy áll a bajnokság. Egyelőre kaptunk egy remek kis halványkék aláfestést, ami azt jelenti, hogy még versenyben vagyunk a playoffért. Ez nagyon jó hír, hiszen a Young AZ X-elt a Top OSS-szel, ez mondjuk nekünk annyira nem volt fontos, csak annyiban, hogy a Top OSS ne jöjjön elénk, ami ezek szerint mégis fontos volt. De Graf Schaap 1-1 a Rodával, a De Graf Schaap ezzel ugye 58 pontos, de nekik már megvan a biztos playoff helyük, szóval nekik szinte mindegy. A Dordrecht, ahogy azt kívántuk, nehezen ugyan, de 4-3-ra egy brutális meccsen legyőzte az FC Volendamot, ami azt jelenti, hogy a 16. Dordrecht nem hagyta, hogy a Volendam pontot szerezzen, tehát még egyet sem, úgyhogy így már 2 pont az előnyünk a Volendammal szemben. Az Excelsior Ajax 1-1 lett, az Excelsiornak már mindegy volt, a Den Bosch 4-0-ra elverte a Go Ahead Eagles-t, tehát ezzel valószínűleg bebiztosította a bajnoki címét, sőt nem valószínűleg, hanem teljes mértékben biztos, hogy ők a bajnokok, teljesen megérdemelten, bármi oda-vissza megvettük őket. És a Go Ahead Eagles így 54 pontos maradt, szóval még ők is behozhatóak, ha és amennyiben ugye a De Graf Schaappal jó meccset játszunk. Az Eindhoven, Almere City 1-1 lett, így az Almere City csak egy pontot kapott, ami nekünk teljesen jól jött, hiszen így meg tudtuk előzni őket, és 51 pontosak a tabellán. A Jong Utrecht X-elt a Cambuurrel, ami majdnem a maximum, amit tehetett. A Cambuur így 58 pontos, őket már nem tudjuk utolérni, amúgy sem tudtuk volna, de azért nem baj, hogy a Cambuur megtapasztalta, milyen az, amikor X-elnek egy kis csapat ellen. Ugye a Helmond Sportot 1-0-ra legyőztük, a Maastricht 2-1-re megverte a Telstart, ez annyira nem jó, mert így hát továbbra is előttünk vannak, a Telstar pedig visszaesett, az lett volna a legjobb, hogyha a Telstar ugye mondjuk még akár egy X-et kihozott volna, és akkor 2 ponttal kevesebb jön a Maastrichtnak, de ne legyünk tehetetlenek, az már tényleg túl szép lett volna. A Netz Young PSV 2-3, ez abból a szempontból érdekes, hogy a Young PSV így előttünk van, bár ők nem számítanak, ugye. A De Graf Schaap szeretne kihozni egy csomó pénzt abból, hogy eladja Mohamed Hamdaouit, akinek amúgy lejár a szerződése nem sokára, június végén, ugye. És én mondtam, hogy egy 0 euróért szívesen elhoznám őt. Erre ő azt mondja, hogy 76 ezeret kér a 69 ezeret érő játékosért. Na most erre mit mondjak? Mondjuk én nemet, mert továbbra is
Hajlandó vagyok érte mondjuk egy 10-est adni. Ennyi. Most már 66 ezret kérnek, nem 70 pluszt. Ettől függetlenül én almondó vagyok. Legyen 20 ezer. Hát jó az a Hamdaoui. Most már csak 49 ezret kérnek érte. Csak vigyem már el némi pénzért. Velem lehet alkudozni, de ennyit biztos nem fogok adni érte. Egy 25-re fölvisszük. Hát ha még lejjebb tudják vinni. Jean-Paul Fan Hecke lesérült. Ami nem baj, ami nagyobb baj, hogy Tom Hay is lesérült. Tom Hay az, aki ugye legjobb szerintem a középpályánkon 6,86-os átlaggal. És egyenre kölcsönben van, 3-4 hétre dőlt ki, meghúzta a bokaszallagját egy ugrás során. Ez nem túl jó. A taktikát nézve, ugye Hay nem tud majd játszani a következő meccsen, Ivan Iliccsel, aki visszakerült a kezdőbe, úgyhogy Bernabét kell behoznunk a csapatba ismét. Ő lesz az, aki egy medzalaként ott fog rohangálni a támadók mögött, és Van Hecke így kikerül, mint középhátvéd a cseresorból, aki ugye hát lesérült. Vagy nem? Ő még nem kell, hogy neki mennyi idő kell a felépüléséhez? 4-7. 4 kötője 7-7. Igen. Szóval mindenképpen kikerül onnan, így Jethro visszakerülhet, bár annak nem sok teteje van, hogyha ott van más is, de nincsen másik. Bal hátvédünk, úgyhogy Jethro visszakerülhet a cserepadra. Hay helyére pedig középső középpályásként Van der Gaag vagy Van Schuppen, inkább Van Schuppen ugyebár. Van der Gaagnak viszont volt jó meccse az utóbbi időben, Van Schuppennek meg csodálatos beugrása. Van der Gaagot amúgy is el fogjuk adni, ami nem túl sokat segít. Úgyhogy Van Schuppenre szavazok, hogy ő legyen az. Pelé Van Aanholtot keresem, ő egyenlőre a tartalék csapatban játszik, de 83%-os. Hát a Graf Schaap továbbra is ragaszkodik a 44 ezréhez. Én pedig továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy maximum 30-at vagyok hajlandó adni ezért a játékosért, aki amúgy ingyen igazolhatóvá válik a szezon végén. Haladunk. A De Graf Schaap most már 39 ezernél tart. Én továbbra is amondó vagyok, hogy tegyük meg a 32 ezres ajánlatunkat. Hát, ha egyszer csak elérünk oda, ahol találkozik ez a két igény. Következő lépcső 37 ezer. Maradunk a 32-nél. És lezárjuk. Ennél többet nem adunk érte. Lesz, ami lesz. Elutasították Mohamed Hamdaoui értett ajánlatunkat, úgyhogy nem is ajánlkozunk tovább. A NAC az esélyesebb 4 a 6-hoz, hogy mi nyerünk a De Graaf Schaap ellen. Természetesen egy sárgákkal és pirosakkal tarkított karrierrel rendelkező játékvezető érkezik erre a meccsre is. Hurrá! A formaidőzítésünk az lényegesen jobb, mint a De Graaf Schaapé, viszont a De Graaf Schaapnak már megvan a playoff, úgyhogy bármi megtörténik, az a mi javunkra, úgy értem, az teljesen pozitív. Korábbi nagy játékosunk, Ernie Stewart, az ellenfelünk egyik játékosát, a csatát, Ralf Söntjenst emelte ki, hogy
neki bizony nagy befolyása van a mérkőzésre, és természetesen itt van az újságírók hada, úgyhogy nézzük meg, hogy mit kérdeznek már megint. Jól játszottunk a Helmond Sport ellen, reméljük, hogy ezt tovább viszik. Igen, ezt ebben bízunk, mondta Van Dolgom mester. És továbbra is ugyanaz a kérdés jön vissza, hogy nem vagyunk eléggé alkalmazkodók, és bőven Van Dolgom mester csak a saját taktikáját erőlteti a csapatra. És szerintünk továbbra is az van, hogy mi tesszük fel a kérdéseket, nem pedig az ellenfél csapatához kell alkalmazkodnunk, alkalmazkodjanak ők hozzánk. Itt van tehát az utolsó mérkőzések listája. Ami nekünk nagyon-nagyon fontos az az, hogy az MV von Maastricht a Rodát kell, hogy ne győzele, vagy inkább a Roda legyen az, aki legyőzi a Maastrichtot. Valamilyen csoda folytán, a 17. a 7. Nagyon bízom abban, hogy a sárga-feketék összetartanak, és ők kiharcolják nekünk a lehetőséget, hogy playoffba jussunk, úgyhogy hajrá Roda, hajrá Nac, Bred 8 fok, 15.429 néző, neki kell menni a De Graafschapnak, és megmutatni, hogy tudunk valamit kezdeni velük. Egyelőre így játszunk, Bernabé és Ivan Ilić van középen, Luka Ilić bal szélen, hol jobb szélen, felsőre Riera, Nacho, Burnett, Oli, ugye Tom Hay azért maradt ki a kezdőből, mert lesérült, a többiek maradtak, maradt a felállás, csak Van Hooydonk és Stockers helyet cseréltek, mert kiderült, hogy ők ezeken az oldalakon szeretnek játszani, úgyhogy megadtuk nekik ezt az esélyt, hát csak ez kell ahhoz, hogy megtalálják a góllövő csukájukat. Nézzük, mit kérdeznek tőlünk az alagútban. Teljesen felkészülten várjuk ezt az összecsapást. Finn Stockersben pedig bízunk, hogy gólt fog szerezni. És Sven Blömmel van egy tervünk arra, hogy megállítsuk őt, akinek a legtöbb asszisztja van az ellenfél csapatából. Sárga-feketében a kék-fehérek ellen, és ezúttal a sárga-feketéknek szurkolunk. Hajrá, Nac Breda! Nagyon nagy jelentősége van ennek az összecsapásnak. Owusu a jobb szélem, Slattery, Blummel megindul egyedül, kilépünk rá, Ilić szerzi meg a labdát, nagyon szép, kellett, hogy visszajöjjön, kellett, hogy megerősítse a középpályát. Hoy nagyon szépen fűzi be magát a 16-oson belőle, Ilić gól! Igen! Igen! A két Ilić összehozta, Hoy pedig közben úgy döntött, hogy akkor egy kicsit azért besegít ő is. Itt ez a lépés, amikor a becsúszó emberek mellett és Ilićet megtalálja. Jurius már csak repülni tud a levegőben, de teljesen hatástalanul. A Nac a 7. pozícióba lép előre, felsőren. Visszakapja a labdát, Ilić, Ivan Ilić. Elveszítjük a labdát, de csak egy rövid időre Nachohoz pattam vissza, aki indítja Burnettet. Burnett még megmenti a vonal előtt, beível Stockers felé, de nem találja meg a fejét. Ilić, Bernabé játszanak össze a középen, ketten mentek ki Ivan Ilićre, úgyhogy van esély, valaki szabadon van, Burnett az. Burnett megint beível, Stockers éppen mellé, de mellélő. Kohari igaz is vezet, nálunk pedig mindjárt vége a meccsnek, hiszen csak meccsnek, a félidőnek, hiszen csak egy perc volt a hosszabbítás, ami le is járt. 8 lövésből 4 ment kapura, ebből egy gól is rögtön az 5. percben megszerezték a vezetést. Úgyhogy igen, Fanáker ráadásul büntetőből egyenlített a Roda ellen, Maastrichtnál, úgyhogy egyenre ők 1-1-re állnak, mi viszont vezetünk. Szóval ne bízzátok el magatokat, csak így tovább. Ezt mondta nekik a mester, bőven Van Dolgom, mindenki pozitívan reagált. Tetszik, amit látott, és csak így tovább, ezt mondta a srácoknak, a srácok pedig azt mondták, kösz mester, hey, felrúgták Hoyt,
Szerintem zavar senki, csak engem. Meg persze Holt. Van de Pavert. Hátradja Juriusnak, a kapusig gurítanak vissza az ellenfél játékosai, hogy aztán fölépíthessenek egy újabb akciót. Van de Bogert. Jurius. Stocker zavarja meg őket. Van de Bogert. Megint a kapusnál, de már ketten mentek rá, de így is jó emberhez passzol. Helmer. Blummel, Slattery. Reinburg, ki a szélre Blummelnek. Ne hagyjuk, szerezzük meg valahogyan a labdát. Hatástalanítsuk ezt a támadást, srácok. Ez lenne a feladat, ez les volt szerintem. Az les volt szerintem. Úgy is van. Rá Szöntjensz lesről fejelt a hálóba, úgyhogy van az 1-0. Van den Boomen. Olivéd, hatalmas védés a szabadrugás után. Össze is szedi a kipattanót, mindent megtesz az ügy érdekében. 3 perc a hosszabbítás. Leroy Owosu megkapja a harmadik sárgalapját ebben a szezonban. 1/2 perc van hátra a mérkőzésből. Reinburg, meg kéne szereznünk azt a bizonyos labdát, nem hagyni, hogy támadjanak, nem. Nagyon jó, de jó lett volna emberhez passzolni. 10 másodperc van még a meccsből, mire ezt kimondom, már csak 3. Spori, Ilić labdát szerez. Nagyon szép, Van Hooijdonkhoz előre passzintja, ő pedig vissza Ilićnek. Nálunk marad még mindig a labda Van Hooijdonk felé, de vége, megtettük, amit megkövetelt a haza, avagy 1-0-ra legyőztük a legrávsább csapatát, Luka Ilić 5. percben szerzett góljával, ő lett a mérkőzés legjobbja, és csere nélkül végigjátszotta mindenki, fantasztikus volt az összhang, úgyhogy el tudjuk mondani azt, teljes mértékben asszertíven, hogy ez a szezon utolsó mérkőzése volt, és megtettünk mindent, amit meg tudtunk tenni, az utolsó 3 mérkőzésünket megnyertük, úgyhogy hát azt nem mondhatnánk, hogy a következő meccsre ne legyünk túl elbizakodottak, hiszen nem lesz következő meccs valószínűleg. Úgyhogy szép munka volt, megtettük, amit kő. Mindenki boldog, végül is nyertünk, ezért jöttünk. Úgyhogy nézzük, mire lesz ez elég. A Maastricht 2-1-en nyert a Roda ellen. Így jártunk. De valamiért még mindig kékben szereplünk. 55 pontot gyűjtöttünk össze az egész szezonban. A Cambuur de Graafschap Go Ahead Eagles már biztosan playoffos volt, ők 4-en tehát. A Maastricht 56 ponttal, a Nuts 55-tel és a Volendam 53-mal is valamiért kiemeltként szerepel ezen a listán, úgyhogy nézzük, milyen üzeneteink vannak. Persze szerencsével verték meg a de Graafschapot, tehát ez nyilván. Az Excelsior begyűjtötte a playoff szereplés jogát, ezt eddig is tudtuk, és nézzük. Maastricht, Nuts Breda és FC Volendam megkaptuk a playoff helyet. Ó. Hát, ez felettébb érdekes. Nem érdekelnek a tréningek. Hát ilyet. A playoff első fordulójában a de Graafschapot húztuk, úgyhogy az elmúlt mérkőzést játszok újra 2 alkalommal, oda-vissza vágós, ahogy látom, hiszen first leg történik. Mivel az alacsonyabb kiemeltként játszunk, mi játszunk először otthon. Nézzük tehát, az összecsapások mikor lesznek esedékesek. 11-én és 15-én a de Graafschapot még 2-szer le kell győznünk, 1-szer otthon, 1-szer idegenben. Szóval valamilyen oknál fogva úgy tűnik, hogy bejutottunk a rájátszásba, abba a bizonyos playoffba, amiről szólt ez az egész. Az a kérdés,
Milyen szabályok? Erről van szó, szabályok. Tehát 12 csere, maximum 3-at lehet használni, ez remek. Jongajag, jongajax, jongpsv, jongazeden, jongutrecht nem juthatnak föl nyilván. 6 csapat kvalifikálja magát a playoffba. Tehát 6 csapat. Ezt jól lett volna tudni mondjuk az elején, mert akkor nem izgultam volna ennyire, hogy mi a helyzet. De... semmi gond. A lényeg, hogy most úgy néz ki, bent vagyunk a rájátszásban, bőven fán dolgom mester továbbra is jól teljesít, sikerült a középmezőnyből a középmezőny tetejébe, közepébe a tetejébe vezetni ezt a csapatot. Nagy nehézségek árán, de csak kiharcoltuk vele a playoff helyet, úgyhogy még van legalább 2 meccsünk, mind a 2 a Grábsáp ellen, egy oda-visszavágó. Erről már a következő epizódban fogunk bármit is látni, és ez hihetetlen hajrá volt, én a mondó vagyok, ugyanis az történt, hogy az utolsó 3 meccsünket behúztuk 2-1, 1-0, 1-0 arányban, tehát összesen a 3 meccsen egyetlen gólt kaptunk, ami szerintem azért nem rossz. És hogyha minden jól megy, akkor még a remek jobb hátvédünk is felépül addig, úgyhogy még akár az is lehet, hogy a jobb oldalon nem leszünk annyira sebezhetőek, mint most, mert felsőren azért teszi a dolgát, szóval nem lehet rá panasz, de ettől függetlenül a jobb hátvédnek mégiscsak egy jobb hátvédnek kell lennie. Úgyhogy a taktika képével búcsúzom, ezzel fogunk kiállni valószínűleg megint a Grábsáp ellen, és itt van, hol van, Peré Fanánholtnak valahol itt kéne lennie, de nincs. 96%, 63%-os match fitness-szel. Meglátjuk. A következő részben folytatjuk immáron a rájátszással. Addig is további jó játékot és jó szórakozást mindenkinek. Sziasztok!